Nézzük most meg egy 14x12-es fasinak a megoldását. Induljunk ki talán ebből a 8-as pontból, hiszen ebből a 8-as pontból, mivel 4 irányba haladhatunk, mint a 4 irányba be kell húznunk két-két vonalat. Ebből az 1-esből csak haladhatunk, ebből a 2-esből balra csak egy vonalat húzhatunk, tehát fölfele minimum 1-et be kell húznunk. Ebből az 5-esből, mivel 3 irányba haladhatunk, mint 3 irányba be kell húznunk legalább 1-1 vonalat. Ebből a 3-asból csak 2 irányba haladhatunk, tehát be kell húznunk mindkét irányba 1-1 vonalat. Ebből a 3-asból ugyanez a helyzet, mindkét irányba be kell húznunk 1-1 vonalat. Ebből a 6-osból viszont mivel 3 irányba haladhatunk, ezért 3 irányba behúzunk 2-2 vonalat. Ebből a 3-asból jobbra is haladhatunk még, tehát ide is kell húznunk egy vonalat. Ebből az 1-esből csak balra húzunk. Most már ebből a 3-asból egy vonalat pótolnunk kell ide, ez biztos. Ebből a 3-asból csak 2 irányba haladhatunk, 2 irányba behúzunk 1-1 vonalat. Ebből az 5-ösből 2 vonal megvan, hiányzik 3, 2 irányba haladhatunk, tehát lefelé is be kell húznunk 1 vonalat, illetve jobbra is be kell húznunk egy vonalat. Ez a 2-es csak jobbra mehet, amit vonalat jobbra kell húznunk. Ebből a 2-esből lefele biztos, hogy húznunk kell legalább egy vonalat. Ebből a 2-esből a hiányzó vonalat azt már csak balra vihetjük. Ebből az 1-esből a hiányzó vonalat fölfelé vihetjük. Ebből a 3-asból, mivel 2 irányba haladhatunk, ezért mindkét irányba haladhatunk egy vonalat, itt már többet nem húzhatunk, tehát a hiányzó 2-t már többet vihetjük. Ebből az 5-ösből még 3 hiányzik 2 irányba, tehát mindkét irányba behúzhatunk egy-egy vonalat. Így aztán ebből az 1-esből már csak jobbra mehetünk. Ebből a 2-esből szintén jobbra mehetünk. Ebből a 4-esből csak fölfele pótolhatjuk egy vonalat. Ebből a 3-asból a hiányzó vonalat már csak jobbra vihetjük. Ebből a 3-asból a hiányzó vonalat már csak jobbra vihetjük. Ezzel ez a 2-es megtelt. Ebből a 4-esből egy vonalat húzhatunk maximum jobbra, tehát egy vonalat minimum lefelé be kell, hogy húzzunk. Ebből a 3-asból 2 irányba haladhatunk, tehát a másik irányba minimum egy vonalat be kell húznunk. Ebből a 3-asból szintén csak 2 irányba haladhatunk. Ebből a 3-asból is csak 2 irányba haladhatunk. Most már. Ebből is csak 2 irányba haladhatunk. Most már. Ebből is csak 2 irányba haladhatunk tovább. Ebből is 2 irányba haladhatunk. Ebből is csak 2 irányba haladhatunk. Ebből is csak 2 irányba haladhatunk. Fölfele itt nem húzhatunk csak 1-et maximum, tehát mivel a másik irány az balra megy, ezért arra minimum egy vonalat be kell, hogy húzzunk. Ebből is csak 2 irányba haladhatunk föl, illetve le.
ilyenből is csak két irányból, és akkor ez a kettes megtelt. Viszont akkor ez a hármasnak a hiányzó harmadik csak itt lehet. Ennek a hármasnak a hiányzó harmadikja pedig csak lehet most már. Ennek az ötösnek itt megvan eddig három vonala. Kettő hiányzik. Viszont két irányba haladhatunk, balra és lefelé, és mindkét irányba csak egy vonalat húzhatunk, tehát ezeket be húzunk mind a kettő. Innen már csak két vonal hiányzik, és azt csak lefelé tehetjük. Ebből a hármasból csak egy hiányzik, balra tehetjük, vagy jobbra. Ebből a négyesből két irányba húzhatunk, mindkét irányba tehetjük, két vonalnak kell mennie. Ugyanígy ebből a hármasból balra már nem húzhatjuk a hiányzó vonalat, csak jobb. Ebből a négyesből még mindig hiányzik egy vonal, de azt nem tudjuk, hogy ide húzzuk, vagy pedig fölfelé. Azt nézem, hogy húzhatjuk el kettes felé, mert ha oda húznánk, akkor a kettesből kiindulva, ezen a vonalon haladva nem tudnánk jönni erre, igen, erre is, itt véget érne az utunk. Aztán még el tudnánk jönni erre, itt véget érne az utunk, és akkor nem tudnánk tovább, nem tudnánk például erre a részt. De itt az ötöstől át tudunk jönni, és át is jövünk most, mert pontosan ez a lényeg. Itt vagyunk ebben az ötösben. Itt erre már nem húzhatunk vonalat, viszont a hármasnak a hiányzó vonal az húzható lefele is, meg húzható erre is. Mi a helyzet ezzel a négyessel? Egy vonal hiányzik, itt is egy vonal hiányzik. Mi a helyzet ezzel a kettessel? Lefelé csak egy vonal húzható, fölfelé minimum egyet be kell tehát húznunk. Ez a hármas már csak lefelé. Ebből a hármasból csak két irányba haladhatunk, tehát fölfelé is, meg lefelé is be kell húzni egy vonalat. Ebből az egyesből csak fölfelé haladunk. Kicsit nehezen vettem észre. Ebből a kettesből már fölfelé haladhatunk. Ebből a négyesből két vonal hiányzik. Mindkét irányba csak egy-egy vonal haladhatunk, tehát akkor kell húznunk. Ebből a hármasból pedig csak fölfelé haladhatunk. Ezzel betelt ez a kettes. Ebből a hármasból csak fölfelé haladhatunk. Ebből a kettesből még mindig két irányba mehetünk, ebből az egyesből viszont már fölfele mehetünk. Ebből a hármasból a hiányzó harmadik az már fölfele jöhet, ebből a kettesből a hiányzó második fölfele mehet, ebből a hármasból a hiányzó harmadik csak fölfele jöhet, ebből a kettesből a hiányzó második csak fölfele jöhet. És ezzel ezt a 16x12-es hasit